Köszöntöm a megyei tükör nézőit. Még mindig fogyóban a megye lakossága állapította meg az a szakmai anyag, amelyet még októberben tárgyalt a megyei közgyűlés. Az ülésen az integrált területi program forrásainak átcsoportosításáról és a Bursa Hungarika ösztöndíjrendszer 2019 évi fordulójáról is döntött a testület. Szolnok megyében magas a halálozási arány, de van olyan terület, amiben javulás tapasztalható. Derül ki a megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya által összeállított ismertetőből. A dokumentum részletesen taglalja a térség lakosságának egészségi állapotát. Jászterkun Szolnok megyében fogyó lakosság van, tehát a természetes fogyás az 5,2 ezer lakosra, és nagyon fontos az, hogy a 65 éven felüli korosztály létszáma növekszik, a születések száma pedig csökken, így az aktív korúak eltartási terhe az egyre nagyobb lesz. A csecsemő halandóság terén jó eredményeket érünk el, és ez folyamatosan csökkenő tendenciájú, viszont az országosnál még mindig magasabb. A férfiak halálozása magasabb, mint a nőké. Esetükben a vezető betegségek a tüdődaganat és a vastagbélrák, melyek a dohányzás és az egészségtelen táplálkozás közvetlen következményei. A lakosság alacsony arányban vesz részt szűréseken, ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetnek majd a prevenciós programokra. Az ülésen a megyei integrált területi program változtatása is megtörtént. Mely az előfeltétele annak, hogy a jövő év elején ezek a pályázatok megjelenhessenek, és a települési önkormányzatok benyújthassák a pályázataikat. Ezen felül az ITP módosítás még érintett egyéb forrásokat is, hiszen egy alapelvet megfogalmazott a közgyűlés, mégpedig azt, hogy pénzt vissza nem adunk. Tehát a terveink szerint az egyéb prioritásokon nem felhasználható forrásokat át kívánjuk csoportosítani lehetőség szerint azokra a prioritásokra, melyeknél az igény nagyobb volumenű volt. Így 2,2 milliárd forintnyi plusz forrás csoportosítottunk át, amiből a legnagyobb rész a szociális alapellátások fejlesztésének lehetőségét fogja biztosítani. Ezen kiírások szintén az előző elvek mentén a jövő év elején fognak várhatóan megjelenni, és bízom benne, hogy forrásvesztés nélkül sikerül majd abszolválni a Topos megyei program teljes kerete vonatkozásában a pályázatokat. A bölcsődei férőhelyek növelése céljából plusz 1,3 milliárd forint áll rendelkezésre. A bölcsődei férőhelyek biztosítása is bármennyire furcsa a gazdasági élénkítés szolgálja, hiszen az anyák munkába állásának lehetőségét teremti meg, így azon kormányzati céllal nagyon szorosan összefügg, hogy a rendelkezésre álló források 60%-a valamilyen módon gazdaságfejlesztésre kerüljön felhasználásra. Azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy ez az előző finanszírozási ciklushoz képest egy szignifikáns változás jelent. A diákokat érintő Bursa Hungarika ösztöndíjrendszer jövő évi vonatkozásáról is döntött az ülés. Bár szűkösek a lehetőségeink, de fontosnak tartottuk a felsőoktatásba igyekvő, illetve a felsőoktatásban lévő hallgatók támogatását, akik a rászorulói körből kerülnek ki. Elsődlegesen oly módon tesszük ezt, hogy a települési önkormányzatok által már támogatott fiataloknak nyújtunk további támogatást. Reményeim szerint ez a következő évben is fennmarad, és a lehetőségeink megengedik, hogy ebben a programban részt vegyünk. Az elnök hozzátette, bízik abban, hogy az önkormányzatnak a következő években is lesz lehetősége arra, hogy egy meghatározott keretet biztosítsanak a tanulni vágyó diákok számára. Idén összesen 63,5 kilométeren történt burkolatfelújítás a megye útjain. A Magyar Közút Nonprofit ZRT jelentése mellett térségünk mezőgazdaságának teljesítményéről is szó esett a megyei közgyűlés decemberi ülésén. A testület munkáját ezúttal a megyei kormány megbízott és a kormányhivatal főigazgatója is figyelemmel kísérte. Jól vizsgázott megyénkben is a jégkár elhárítási rendszer derült ki a közgyűlés elé került tájékoztatóból. A 2018-as esztendő egyik legfontosabb, agráriumot érintő intézkedése nyomán immár térségünket is teljes egészében lefedi a kár megelőző rendszer. A Jobbik frakció kérdése nyomán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatóságának elnöke a térségben tapasztalható mély állománycsökkenést a kedvezőtlen időjárással és a nem megfelelően kijuttatott növényvédőszerekkel indokolta. Ennek kapcsán a kamara az évelején tájékoztató kampányba kezd. A megyében jelenleg 50 ezer hektáron biztosított az öntözés. Mint elhangzott, az extrém nyári szárazságot a földeken, az erre kidolgozott átfogó vízügyi cselekvési terv belátható időn belül az öntözött területek megduplázásával enyhíti majd.
A mezőgazdasági beszámoló mellett a megye közútjainak állapotáról is tájékoztatót hallhattak a képviselők. A Magyar Közút Nonprofit ZRT illetékese elmondta, 2018-ban 63,5 kilométer hosszan történt meg útburkolat felújítás topos és hazai forrásból Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Jövőre azonban jó esély van arra, hogy túlszárnyalják az idei teljesítményt. Hogyha a Magyar Falu program is sikeresen lezajlik, akkor 4 év alatt 216 kilométer burkolat felújítást terveztük. Tegnapi nap történt a Magyar Közútnak az évzáró értekezlete, azon elhangzott, hogy ez a négyszámjegyű és ötszámjegyű utakról szól főleg, és nagyon várja mindenki, hogy a főút hálózat is kerüljön felújításra, mert sok olyan főútunk van, ami jelen pillanatban már az utolsó stádiumban van, gondoljunk itt a 34-esre, vagy a 32-es útnak egy-egy szakaszára. 8,4%-kal nőtt a megye gazdasági összteljesítménye, csak nem 2400 milliárd forintot termeltek a vállalkozások térségünkben, hangzott el a foglalkoztatási paktumról szóló tájékoztatón. A gazdaság élénkülésének és az együttműködésnek köszönhetően nőtt a munkavállalók száma is a megyében, így kijelenthető, hogy időarányosan jól teljesít a 2016-ban aláírt paktum. Két évvel ezelőtt írta alá a megyei kormányhivatal és önkormányzat, valamint önkormányzati hivatal a megyei foglalkoztatási paktumot a térségi foglalkoztatás politika megerősítése érdekében. A dokumentum 2020. februárjáig irányozza elő a munkahelyteremtést és munkába állást segítő projektek megvalósulását. A projektünknek elsődleges célja a munkavállalók és munkáltatók támogatása, a szükséges szakképesítések megszerzésének elősegítése annak érdekében, hogy a foglalkoztatás lehetőségeink szerint még tovább fokozódjon. Emellett természetesen mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a megye egyes területei munkaerőhiánnyal küzdő térségek vannak, települések vannak. Ebben is segíteni kívánjuk mind a munkavállalói, mind a munkáltatói oldalt. A projekt keretében a kormányhivatal aktív kapcsolatot ápol a munkáltatókkal és vállalkozásokkal, valamint a paktum célcsoportjával, akik a programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek, vette át a szót dr. Berkó Attila. A megyei kormány megbízott hangsúlyozta, az összefogásnak kézzelfogható eredménye van, a paktum időarányosan jól teljesít. A paktum keretében a munkaerőpiaci programokban 445 fő vett részt, az elvárt indikátorszám az ugye 225 fő volt. Ebből a létszámból 328-an kaptak bér- és járólék támogatást, és 112-en vettek, illetve azt kell, hogy mondjam, vesznek folyamatosan részt képzésekben. Nem csak a foglalkoztatottak száma, hanem a megye összteljesítménye is nőtt, a kettő pedig szoros összefüggésben áll egymással, mondta a megyei iparkamara elnöke. 2016-ban a paktum kezdetekor 2200 milliárd forintot termeltek a vállalkozók. Ehhez viszonyítva az éven átlépve 2017-ről azt mondhatom, hogy az elmúlt 10 esztendő legsikeresebb gazdasági éve volt. 2387 milliárd 400 millió volt a árbevétel. Ez 8,4%-os növekedést jelent. A legjobban a feldolgozóipar teljesített, csaknem 1645 milliárd forint folyt be az ágazatból. Ezt a kereskedelem, mezőgazdaság, építőipar, szolgáltatás és szállítás raktározás követi. A megye nyeressége 2017-ben 2002 milliárd forint volt. Életmód tanácsadással, gazdasági ismeretek oktatásával segíti egyebek mellett a leszakadt társadalmi rétegek felzárkózását a megyei önkormányzat. A három éves projekt első fórum ülését a megyeházán rendezték 18 partnerszervezet meghívásával. Helybe megy hamarosan a segítség. A megye kijelölt településein életvezetési tanácsadással, közösségi programok szervezésével igyekszik elérni a rászorulókat a megyei önkormányzat. A projekt célcsoportjai elsősorban a hátrányos helyzetű rétegek, vagyis a mély szegénységben lévők, romák, gyerekek, idősek, fogyatékkal élők. Elsősorban nekik szeretnénk olyan megyei fejlesztési programot elindítani, amivel a felzárkózásokat
zárkózásukat segíthetjük elő. A projektre 57 millió forint támogatást nyert a Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzat. Ebből a pénzből 2021-ig biztosítanak programokat a rászorulóknak. Itt a különböző célcsoportoknak esélyteremtés, esélyegyenlőséget elősegítő témákban fogunk majd szervezni előadásokat. A felzárkózási fórum első ülésén 18 szervezet és intézmény írt alá együttműködési megállapodást. Jelen voltak többek közt az érintett települési önkormányzatok, a megyei rendőrfőkapitányság, a tankerületi központ és több civil szervezet is. A következő 3-5 év az mindenféleképpen magával hozhatja azt, hogy kimondottan a megyén belül is nem csak Szolnok, hanem a megyének mondjuk az északi része, vagy a megyének a keleti része is olyan folyamatok részese lesz, ahol elsősorban hátrányos helyzetű közösségekből rengeteg fiatal megérti azt, hogy az általános iskola befejezését követően a szakmaszerzés lesz az az út, amivel előbbre lehet mozdulni. Úgyhogy ilyen tekintetben én mind Jászberényben, mind Karcagon, mind pedig itt Szolnokon a szakképzési centrumok munkáját kiemelten fontosnak tartom, ott nagyon sok minden el fog dőlni, és ezt a munkát kell, hogy segítsek egyébként mindazok a szereplők, megyevezetés, helyi roma önkormányzatok, civil szervezetek, iskolák, pedagógusok, akiknek abban van felelősségük, hogy a gyerekek ne csak elkezdjék a szakmaszerzést, hanem sikerüljön be is fejezni ezt. A tervezett közösségi rendezvények sorában az elsőt szerdán Törökszent Miklóson rendezik, ahová a fogyatékkal élő helyi lakosokat várják majd. Az országos átlagot meghaladó mértékben nőtt a vendégek száma a megyében. Különösen a Tisza-tó vonzó, de a termálfürdők sem veszítettek népszerűségükből. Szolnok is jól teljesít. A megyeszékhelyen a konferencia turizmus mellett megjelentek a családdal érkezők is, hangzott el egyebek mellett az Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesület évzáró közgyűlésén. Kerékpár alatt tó körül. Egyre többen kóstolnak bele a lehetőségbe, mellyel az idén jubileumát ünneplő Tisza-tó immár évek óta várja az aktív turizmus szerelmeseit. Felfedezni és megszeretni. Az Alföldi Vadvízország hazánk vezető idegenforgalmi célpontjai közé küzdötte fel magát. A Tisza-tó és Jász-Nagykun-Szolnok megye ismertsége egyaránt növekszik. Mind a kettő nagyon-nagyon pozitív, nagyon-nagyon kedvező. A Tisza-tónál egy rendkívül kedvező folyamat indult meg ebben az évben, hiszen több mint 22%-os a vendégforgalom emelkedés a tavalyi évi statisztika alapján, és 26%-os a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendég éjszakaszám emelkedés. Nem veszítettek népszerűségükből a megye termálfürdői sem. A két leglátogatottabb település tartotta pozícióját. Hosszú évek óta Magyarország top 50 üdülési célterületei között tartják számon Cserkeszőlőt, illetve Belegfürdőt is, és az ő vendégforgalmi adatai, ennek a két településnek a vendégforgalmi adatai viszik a hátán Jász-Nagykun-Szolnok megyét is. Biztató tendenciát mutat a megyeszékhely idegenforgalma is. Az elmúlt években több turista csalogató attrakció is létesült, s a város marketing stratégiája is határozott irányt vett. Kezdik Szolnokot felfedezni a családok, elmondható azt, hogy most már egy-két-három napos itt tartózkodás is jellemző a városban. Ez, ahogy elmondtam, többek között a reptárnak, seráriumnak, egyedi turisztikai attrakcióknak egyaránt köszönhető, valamint annak is, hogy a városnak nagyon színvonalas rendezvényei vannak, minden hétvégén nyújtott valamit az ide látogató turisták számára. A szolnoki nagy projektek eredménye a következő években érik majd be. A Véső úti, a Tiszaligeti és a Várnegyedet érintő beruházások várható hatásairól is szó volt az Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesület évzáró közgyűlésén a Megyeháza márvány termében. Több mint 10 000-en vették igénybe az elmúlt egy évtized során az Alföld Szíve turisztikai kedvezménykártya kedvezményeit Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A program egyértelműen sikeres volt, ugyanis nagyban segítette, hogy az ország távolabbi pontjairól érkezők is megismerjék az Alföldet. A program most befejeződött, jelenleg annak továbbfejlesztésén dolgoznak a szakemberek. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzat 2008-ban indította útjára az Alföld Szíve turisztikai kedvezménykártyát azzal a céllal, hogy a megyébe látogató vendégek az itt tartózkodásuk alatt különböző kedvezményes szolgáltatásokat tudjanak igénybe venni. 2018. december 31-ével maga a kedvezménykártya akció lejárt, és 2019. január 1-től a szolgáltatók már
nem kötelesek nyújtani azokat a kedvezményeket, amelyeket az elmúlt évek során igénybe vehettek a kártya birtokosai. A kedvezmény értéke jellemzően 5-10-20%-os volt, és a múzeumoktól kezdve a vendéglátóhelyeken át a különféle szálláshelyekig lehetett azokat igénybe venni a megyében. A program egyértelműen sikeres volt, ugyanis az elmúlt 10 évben több mint 10 000 kártya jutott el az emberekhez, illetve a kedvezményeket biztosító szolgáltatók létszáma is folyamatosan 50 körül alakult. Az elsődleges cél mind a mellett, hogy ad egy minimális kedvezményt, az kell, hogy legyen, hogy magát az adott desztinációt, tehát Jász-Nagykun-Szolnok megyét, mint az Alföld szívét egyre jobban megismerjék, egyre jobban beépüljön a köztudatba, és természetesen nem elsősorban a megyében élőkre gondolunk, hanem az ide érkező, illetve a megszólítani kívánt potenciális célközönség körében. A kártyaakció folytatását a továbbiakban nem tervezik ebben a formában, jelenleg az eddigi tapasztalatok és eredmények értékelése zajlik, illetve az Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesület új célok kitűzésén és a régi rendszer továbbfejlesztésén dolgozik. Sütemény és ajándék vására jótékonyság jegyében. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzat a tavalyi év eredményes akciójának nyomán idén is sütemény és ajándék vásárt hirdetett a megyeházán. Most a Hetényi Géza kórház javára gyűjtöttek. A Szolnoki Légierő Zenekar karácsonyi minikoncertje színesítette a mai jótékonysági rendezvényt. A megyei önkormányzat, a kormányhivatal és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetőinek, munkatársainak házi készítésű süteményeit kínálták. Molnárné Herman Zsófia baráti segítséggel mézes kalácsot sütött. Én úgy gondolom, hogy a jótékonyság nagyon fontos, és ez egy olyan ügy, ami mellett ki kell állnunk, és mindenképpen szerettem volna részt venni ezen a rendezvényen, és sütni valamit. A desszertekért felajánlott ellenértéket a helyszínen kihelyezett adománygyűjtő ládába lehetett elhelyezni. Tette ezt többek között Debreceni Ildikó is. Igazából a teljes cég létszám itt van, tehát 50-en vagyunk, és adományoztunk azért, mert fontosnak tartjuk, hogy segítsük a kórházat, a Hetényi Géza kórházat. Az önkormányzat először tavaly hirdette meg a jótékonysági rendezvényt. A sütemények és az ajándékok igen kelendőek voltak, és hamar elfogytak. Én azt gondolom, hogy süteményt sütni minden nő számára egy örömteli, feltöltődő pillanat, és nagyon sok hölgy dolgozik itt a Jász-Nagykun-Szolnok megye önkormányzatnál, és ez adta az apropóját ennek a mai rendezvénynek. Tavaly 271 000 forintot gyűjtöttek össze, és állami gondoskodásban élő gyerekek karácsonyát tették még szebbé általa. A vásár bevételét idén a Hetényi Géza kórház javára ajánlották fel. Az infúziós pumpa az egy olyan eszköz a kórházban, amit mindennaposan használunk, nyilván mindig újabbakra és újabbakra van szükség. Ez a betegeknek a gyógyszereléséhez, az infúziónak, a gyógyszereknek a pontos adagolásához szükséges, és hát nagyon hálásak vagyunk a felajánlásért, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ilyen összefogásnak az eredményét, az adományokat azt a mi kórházunk kaphatja meg. A megyei önkormányzat mellé társszervezőként a kormányhivatal, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei kirendeltsége is csatlakozott. Az utóbbi szervezet nem csak sütivá készült. A fenntartásában működő 4 intézmény gondozottai által készített termékekből egy ajándékvásár is nyílt. 9. alkalommal hirdette meg a megyei önkormányzat a karácsonyi fények fotó, rajz és vers pályázatot. Idén először, rendhagyó módon, a Klímaváltozás Jász-Nagykun-Szolnok megyében címmel is vártak pályamunkákat. A legjobbak 15 és 60 ezer forint összegű elismerésben részesültek. Sikerült a pályázók mozgósítása. Piroska Miklós, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke köszöntő beszédében elmondta. A várakozásokat felülmúlta a beérkezett pályaművek mennyisége és színvonala is. Nagyon nagy öröm számomra, hogy az advent időszakának a végére értünk ugye jó néhány héttel, de nagyon nagy öröm számomra, hogy ennyi pályázat érkezett be, soha ennyi pályázatunk még nem volt. Igaz, hogy rendhagyó módon 2 pályázatot hirdettünk meg, de több mint 1100 pályamű érkezett. Azt gondolom, hogy ez olyan mértékű szám, ami nem jellemezte az előző éveket.
Én szeretnék köszönetet mondani a zsűri munkájában résztvevőknek, és végül, de nem utolsó sorban a pályázóknak. Nagyon nagy munka volt ebben többek részéről is, és hál' Istennek nagyon sok ismerős arcot látok, akinek a munkáját ezúton is külön köszönöm, hiszen nagyon nagy segítséget nyújtottak nekünk abban, hogy ilyen szép számú pályázat érkezzen. Néhány személyes gondolatot, ha megengednek nekem. Jó magam is 3 gyermekes édesapa vagyok, és ebből adódóan azért a gyermekekre mindig egy kicsit más szemmel nézek, mint a gyermektelen emberek, de mindig, amikor a gyermekeket látom, hallom, és akármilyen munkájukat, kezük nyomát magam tekinthetem át, mindig mosolyt csal a szívembe, lelkembe, és jó érzéssel tölt el. Ahogy a beérkezett pályázatokat végignéztem, és volt szerencsém végigolvasni jó néhány verset is, megmondom őszintén, még meg is könnyeztem, hogy mennyi fiatal van, aki tényleg szívét, lelkét beleadta ebbe a munkába. Így tényleg végül, de nem utolsó sorban nekik köszönöm meg azt, hogy vették a fáradtságot, hiszen tanúbizonyságot adtak arra, hogy megvan bennük a szándék, megvan bennük az akarat és az elkötelezettség. Én azt kívánom mindannyiuknak, hogy ez maradjon meg, és az egész életüket kísérje végig, bármilyen pályára is kerülnek a jövőben. A bíráló bizottság a kreativitást, az emocionális hatást és az ötletes címválasztást tartotta szem előtt. Sokan megállnak, lefotóznak, valamit beküldik, mert úgy gondolják, hogy na, ez karácsonyi fények, mert éppenséggel valami ünnepi világítás, vagy karácsony fog ülni rajta. A legtöbben azonban, akik az idén is küldtek pályamunkát, elgondolkoznak, és a képi megformálásban a saját ötleteiket, elképzeléseiket is beleviszik, és megpróbálják csak egy sima fotónál tovább gondolni, hogy hogyan lehet az ünnepet visszaadni a fényképezőgép vagy a telefon segítségével. Én nagyon szeretem azokat a fotókat, amin emberek vannak, mert hiszen vallom, meg a munkásságomban is látszik, hogy az embernél jobb modell nem kell. Egy emberi arc kifejezés sokkal jobban tükröz mindent, ami történik a környezetünkben. Örömet, bánatot, szomorúságot, bosszút, ünnepet. Kéz a kézben című pályamunkájával Orosz Krisztina a közönség, illetve a második helyezetnek járó díjat is elnyerte. Ez a kép a testvérem által, testvérem ötlete által született, és szerintem ez a kép az, ami megalapozza az egész ünnepet, ez az összefogás, az összetartás, ha máskor nem is, akkor így ünnepek előtt. Danku Bálint decemberi táj című fotójával a második lett a klímaváltozás Jászlanykun-Szolnok megyében pályázaton. Őszintén megmondom, hogy ezt azért fotóztam le, mert olyan kirobbanó erőt sugároz. Mindenki megmutatja azt, hogy több lehet, amennyi önmaga. Többre lesz képes, aminek hiszi magát hívott. Szalai Dorottya Holdfény című festményért oklevelet és 60 000 forint értékű elismerést vehetett át. Épp a iskolában a impresszionizmusról tanulunk, és most pont jól jött ez a karácsony fényei pályázat, mert így megbírtam ragadni az egészet, amit tanultam az iskolában, és ugye papírra bírtam vinni. Ismét elismerték azt az oktatási intézményt, amely legnagyobb számban mozgósította diákjait. Idén is a Szandaszülősi Általános Iskola bizonyult a legaktívabb iskolának 73 beküldött pályamunkával. Díjuk egy egész napos kirándulás a Tiszatónál, 10 diák és egy főpedagógus részére. Kedves nézőink, ennyi fért megyei hírösszefoglalónkba. Ne feledjék, a megyei önkormányzat honlapján a www.jnsm.hu címen friss információk várják önöket. Kövessék figyelemmel, tájékozódjanak térségünk történéseiről a továbbiakban is. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!